Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Fertődi Eszterházi kastély szép esztendőt tudhat maga mögött. Talán a legnagyobb esemény volt idén, amikor március végén átadták a híres és felújított Marionett Színházat. A másfél évszázadon át magtárként funkcionáló és ennek megfelelően durván átalakított épület visszakapta szépséges barokk arányait. Ma azzal az emberrel beszélgetek majd, akinek ez köszönhető. De előtte idézzük fel újra a kastély rövid történetét. ...220 éve annak, hogy Eszterházi Fényes Miklós herceg elkezdte megépíteni hazánk legnagyobb és legszebb barokk kastélyát, a Fertődi Eszterházi kastélyt. Az épület méltó volt Európához, az európai uralkodóházak udvaraihoz, és természetesen a művészethez, a kultúrához, amit a herceg oly nagyon pártfogolt. Külön öröm, hogy a jubileumi évre készült el az épület 2009-ben elkezdett rekonstrukciója. Megszépült és újjáélett 5 terem, a lépcsőház, a homlokzat. Aki ma sétál végig a pompás épületben, talán el sem tudja képzelni, hogy 1762 előtt itt egy 22 szobás vadászkastély volt, amelyet herceg Eszterházy József építtetett 1720-ban. József herceg fia, első Miklós azonban úgy gondolta, amit a császár megtehet, azt én is megtehetem, és grandiózus építkezésbe fogott. 1762-től haláláig, 1790-ig folyamatosan alakítgatta, szépítgette az épület együttest. Az ő elképzelései és tervei alapján, az ő irányítása alatt folytak a munkálatok. A végeredmény pedig Magyarország, sőt Európa egyik legszebb barokk kastélya lett. Eszterházy tündérvilága az 1770-es-80-as években teljesedett ki. Mindennaposak voltak a fényűző vendégek és ünnepségek, sőt, maga Mária Terézia királynő is vendégeskedett itt. Itt élt és dolgozott Haydn, felléptek a kor híres művészei, sikerrel működött a Marionett Színház, és messze földön híres volt az Eszterházy Operaház, amelynek előadásait bárki ingyenesen látogathatta. Mária Terézia nem véletlenül mondta, ha jó operát akarok látni, Eszterházára kell utaznom. 1790-ben Eszterházy Fényes Miklós halála után kihunytak a fények Tündérországban. A család Kismartonba költözött, Eszterházát csak ritkán használták. Több mint 100 évvel később költözött csak vissza az élet újra ebbe a barokk csodába, amikor 1902-ben Eszterházy IV. Miklós herceg és felesége gróf Ciráki Margit felújítatta és helyreállította magának az épületet. Ezekben az években ismét Eszterháza lett a család első számú rezidenciája, s bár a hercegné halála 1910-ben lezárta ezt a rövid fénykort, a család 1945-ig a kastélyban lakott. A II. Világháború után a kastély berendezését széthordták, falai között mezőgazdasági kutatóintézet működött, helyiségeit irodáknak, raktárnak, géptároló színnek használták. Ám szerencsére már az 50-es évek végén elkezdődtek a helyreállítási munkák, aminek eredményeként József Haydn halálának 150. évfordulójára 1959-ben múzeum nyílt az épületben. A kastély 2001-ben került a Műemlékek Nemzeti Gondnokságához. Több éves kutatómunka, valamint kisebb restaurálások és felújítások után 2009-ben elindult az Eszterháza Kulturális és Turisztikai Központ elnevezésű uniós projekt. Az első ütem befejezését nem is olyan régen ünnepelték Fertődön. És nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Molnár Csaba építész urat, akinek a Forster Központ megbízásából a Marionett Színház újjászületését köszönhetjük. Milyen érzés volt, amikor tavasszal újra muzsika hangjai töltötték be a színház épületét? Hát rendkívül jó érzés volt, nem csak azért, mert hogy elkészült, megépült, hanem azért is, mert az akusztikája a térnek az... azt kell mondjam, hogy kiváló lett, és ezt nem csak én mondom, hanem azok a zenészek is, akik ott zenéltek. Úgyhogy büszkeség töltött el, az az igazság. És mitől annyira különleges ennek az épületnek az akusztikája? Hát azért különleges, mert a barokk akusztikai követelményeknek megfelelően, már akkor voltak követelmények, tehát a barokk zeneszerszámok használata, ugye régebben mások voltak ezek, okán, illetve a barokk tereknek az akusztikai tulajdonságai mások voltak, mint ma. És mindezt természetes hangzásban kellett visszaállítani, és ez egy igen nagy kihívás volt egy olyan térben, amelyben nem lehetett előzőleg megmérni ezeket a tulajdonságokat, hanem
meg kellett terveznünk. Mikor és pontosan mivel kezdődött el az építkezés vagy a felújítás? Hát az építkezés az 2 évvel ezelőtt indult, maga a tervezés időszaka előzte meg ezt, ami egy jó 1,5-2 éves folyamat volt a programalkotástól egészen a kiviteli tervek befejezéséig, úgyhogy ez egy elég hosszadalmas munka volt, sok részlettel és sok olyan teendővel, ami egy ilyen műemlék kapcsán azért automatikusan fölvetődik. Például? Hát például az egyeztetési folyamatok, például a részletezettsége a dolgoknak, a rekonstrukció kapcsán felmerülő elméleti, illetve gyakorlati kérdések tisztázása, különböző tervtanácsok és megrendelői döntéseknek a nyomon követése, és sorolhatnám tovább ezeket. Itt a műsorunk elején a kisfilmben az is elhangzott, hogy a színházat sokáig magtárként használták. Milyen állapotban volt az épület, amikor önök átvették? Hát azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag szerkezetkész állapotnak volt tekinthető. Ugye ez a nagyon folyamatos, a hosszú ideig leromló állapot azért a rendkívül viseltessé tette ezt az épületet. Azt kell, hogy mondjam, hogy az főfalak és nyilván az alapozás az, ami lehetett használni, minden más ebben az értelemben újraépült. Gondolom, hogy először a régészek vették birtokba a területet. Nekik mi volt a feladatuk? Így van, először a régészek és velük párhuzamosan művészettörténészek és építészettörténészek. A régészeknek az volt a feladatuk, hogy megkutassák még a megmaradt és kutatható helyeket, hogy van-e még olyan emlék, amelyik bemutatásra érdemes, vagy befolyásolhatja a tervezést. És a találtak egyébként ilyet? Igen, találtak ilyet. Talán a legfontosabb, amit megtaláltak a földben, a zenekari ároknak a padlózatát, illetve körülbelül egy olyan 40-50 centi magasság a falait is, amit meg is őriztünk teljesen természetesen. Illetve találtak még olyan ornamentika töredékeket, amelyek a régi díszítésből maradtak meg, de ezeknek a teljes rekonstrukciója a hiányosságok miatt nem volt lehetséges. Egyébként ilyenkor a régészek miben tudják az építészek munkáit segíteni? Egy műemlék felújítása kapcsán ez egy alapkérdés, hogy ők megnézzék azt, hogy mi volt, mi található, és amit megtalálták, az alapján mi az, ami rekonstruálható. Praktikusan ez azt jelenti, hogy az építész számára ez egy adatszolgáltatás jelent, ahol egyértelműen rögzítve van az, hogy melyek azok az értékes pontjai egy-egy épületnek vagy épületrésznek, amelyeket mindenképpen meg kell őrizni, melyek azok a pontjai, amelyekhez hozzá lehet nyúlni, de alapvetően figyelemmel arra, hogy ez történeti értéket képvisel, és melyek azok a részek, amelyek szabadon használhatók és átalakíthatók. És például a művészettörténészek, ők miben tudnak önöknek segíteni? Itt elsősorban abban, hogy azokat a levéltári vagy bármilyen más iratanyagokat, amik kapcsolhatók az épülethez, azokat felkutassák, értelmezzék, adott esetben összefüggéseket találjanak. Illetve itt volt egy nagyon fontos kutatási rész, amelyet a Műegyetem építészettörténeti tanszékén Kréling János vezetésével végeztek el, ahol ennek a barokk térnek a leromlott állapota ellenére is egy nagyon tüzetes vizsgálat alapján olyan dolgokat tudtak felfedezni, megtalálni, amelyek segítségével egyértelművé válhatott például olyan kérdés is, hogy a tetőszerkezet magassága, a párkány magassága hol voltak a belső tér elhatároló falak, milyen volt a színpadgépezet, illetve a színpad magassága, amelyek szintén befolyásolták a tervezést, sőt az elvi rekonstrukcióját is megadták az épületnek, tehát például a víztoronynak a jelenlegi látható formája is ez alapján készült el. És például maradt te fönt valami kép, leírás, valami dokumentum, hogy a legfényesebb időszakban hogy nézhetett ki az épület? Hát kimondottan erre az épület részre nem fókuszált ábrázolás, hanem inkább az áttekintő képek voltak, amely a kastély együttes mutatták be, például a Pessi kép, amelyen látható perspektívában, rövidülésben ez az épületrész, illetve a Beschreibungban történtek olyan ábrázolások, amelyekből lehetett érzékelni és
lát, hogy milyen kialakítása volt az épületnek, de természetesen a levéltári kutatások során találtak olyan alaprajzi részleteket, illetve dokumentumokat, leírásokat, amelyek alapján azonosíthatók voltak bizonyos részletek. Látogató végig sétálhatott a festményekkel, az egykorú textil és bútorművészet, valamint a távol-keleti és az európai kerámia művészet remekeivel díszített, kivételes szépségű termeken. Gyönyörködhetett a herceg kínai laktáblákkal és kínai porcelánokkal díszített lakkabinettjében. A díszterem ablakából az utazó elgyönyörködhetett a parkban, a gyep mélyzöldjében, az ezernyi virág színpompájában, a narancsfák szépségében, a szobrok ívében, a vízeséseken lefutó vízjátékában. Végigfuttatta szemét a nyiladékokon, tekintete megpihent az antik isteneknek szentelt templomokon és a múzsák lakhelyein, a marionett színházon és azzal szemben az operaház épületén. Egyébként ilyenkor hogyan kell nekiállni egy ilyen épületnek az újratervezéséhez? Hova kell visszanyúlni? Hát ugye ez egy... Az első és legfontosabb dolog az az, hogy megszületett a megrendelői akarat, hogy már pedig visszaállítják. Az eredeti állapotát? Igen, és a Fényes Miklós korabeli állapotát. Tehát ez a legfontosabb döntés, ezt a Forszer Gyula központ hozta meg, korábban Műemlékek Nemzeti Gondnoksága. Ezek alapján, hogy ez a döntés megszületett, a következő lépés volt az, hogy ezen állapothoz tartozóan az összes kutatási munkát, amit az előzőekben már taglaltunk, elvégezzék, és miután ezt elvégezték, azután lépett gyakorlatilag az építész a porondra, akinek ezen információk a megrendelői akarat, illetve a megrendelői program alapján meg kellett tervezni a házat. Ez például mennyi ideig tartott? Hát összességében mindent együttvéve ez egy durván másfél év. Ugye azt írják, hogy Esterházán mind az opera, mind a marionett színház színpada gyakorlatilag a kor legfejlettebb technikai és gépészeti eszközeivel rendelkezett, erről ön is tett már említést. Az előbb ez egyébként tényleg így volt? Én úgy gondolom, igen, bár ezt a tudós kollégák biztos nyilván jobban és hitelesebben el tudják mondani. Egy biztos, a barokk színházak, színház színpadtechnikája, színház technikája az egy különleges alkotás volt, hogy így mondjam, egy különleges technikai berendezés volt. Ma egyébként Cseszky Krumlovban többek között láthatók erre vonatkozóan. Ott szerencséjükre megmaradt eredeti díszletek és azoknak a működtetése is. Egy fantasztikus gépezet, amelyeket emberek mozgattak és hajtottak, és volt ott aztán nem csak színpadképváltás, hanem zajgépek, fény, fényjáték és minden egyéb. Sikerült erre ott Esterházán valami bizonyítékot találni? Annyiban igen, hogy a földben maradtak meg a színpad alatti térre vonatkozóan néhány olyan töredék, amely megmutatta azt, hogy hol volt a forgató berendezés, illetve a kötélzetnek helye, illetve a színpadnak a tartó gerendáinak a bekötései az oldalfalakon megtalálhatók. És ezeket például mennyire szeretnék visszaállítani? Az egész épület rekonstruálása, és ez különösen a Báb Színházra vonatkozik, a Báb Színház részére, úgy készült el, hogy lehetőség legyen a későbbiek folyamán, hogyha több információ áll rendelkezésre, rekonstruálni akár az egészet eredeti formájában. Tehát az volt az egyik nagyon fontos és lényeges szempont, hogy egy olyan állapotot hozzunk létre, amely használható, de ha lesz erre lehetőség, és lesz nyilván anyagi lehetőség is, akkor viszont az ezt be tudja fogadni az eredeti tér
kialakításhoz szükséges összes lehetősége. Tehát akkor elméletileg cél, hogy a hagyományos színpadtechnikát visszaállítsák? Hát ezt a Forster Gyula tudja, hogy cél-e vagy sem, a lehetősége megvan, ez biztos. És például a díszletekkel kapcsolatban lehet azt tudni, hogy őt miket használtak? Van erre is valami képi vagy igen, dokumentáció? Igen, vannak, ezt Bardi Terézia művészettörténész barátom és kollégám, aki ebben nagyon hathatós segítséget jelentett, és ő neki köszönhető az, hogy megtalált olyan színpadképeket, díszletképeket, Ravaglia mesternek a képeit, korabeli rajzait és ábrázolásait, amelyek alapján egyértelműen beazonosíthatók, hogy mely operához készültek ezek az díszletképek. Úgyhogy én szerintem egy nagyon izgalmas vállalkozás lenne majd egyszer, hogy egy ilyen opera bemutatásra kerüljön. Ezeken például dolgozott ön, vagy tervezi, hogy dolgozom majd rajta? Hát nagy örömömre szolgálna, hogyha igen. Magukat a képeket láttam, és használtuk is, hiszen egy számítógépes látványtervet készítettünk, ami a víztoronynak a hengeres belső terében ma látható, 360 fokos vetítésben, és ott készítettünk a Ravaglia képek alapján egy olyan színpadképet, amely mutatja a működését magának a díszleteknek, a díszletmozgatást. Ez mitől olyan különleges? Hát ez attól olyan különleges, hogy egy adott nézőpontra szerkesztett perspektívában készültek el. Több egymás után fölállított díszlet kép van egymás mögé rakva rétegesen, és ezek a rétegek tudnak pillanatok alatt átváltozni különböző enteriőröket, vagy akár külső tereket bemutatva. És ezt kötélzettel, tehát meghajtották az emberek egy ilyen nagy kerékkel, és pillanatok alatt tudták átváltani. Tehát a mai technika is csak szerintem irigykedve nézheti sok esetben, hogy milyen fantasztikus gyorsasággal és flottsággal mentek ezek a dolgok. Beszéljünk egy kicsit a Narancsházról. A Narancsház teljesen elkészült. A megrendelői szándék nagyon egyszerű volt ebben az esetben. Alapvetően Narancsháznak állítottuk vissza, hiszen szeretnék a kertrekonstrukció kapcsán azokat a narancs fákat, amelyek akkor ott a díszkertben kaptak helyet, visszaállítani, és hát nyilván ehhez az kell, hogy valahol el is kell rakni őket télire, és mivel ez a Narancsház ezért készült annak idején is, ez alaphelyzetben most is ezt tudja. De ezen felül tekintettel arra, hogy azért ez egy elég jelentős időszakát az évnek nem fedi le, ezért úgy kellett megterveznünk, hogy alkalmas legyen különböző rendezvények befogadására is. Melyiket volt nehezebb megtervezni, a Narancsházat vagy a Marionett Színházat? Hát ilyen értelemben nincs különbség, mert együtt kellett, tehát a Narancsház, víztorony, Báb Színház és a földszintes összekötő szárny, ezek összefüggő épületsor, úgyhogy nem lehetett különbséget tenni, együtt kellett vizsgálni, sőt annyira együtt, hogy még ugye ennek az épületegyüttesnek van még egy hátralévő üteme, aminek a felújítása reményeink szerint jövő évben elkezdődik, ez a tisztartói lak, és egy a földszintes összekötőszárnak a párja, annak a visszaállítása, illetve hát újraépítése, és így válik komplett egyé az egész, egy koncert, zenei központtá, azt gondolom. És melyiket érezte saját magához a legközelebbinek? Én az egészet úgy szeretem. Úgy tehát nincs ilyen kedvenc, hogy úgy mondjam. A Báb Színház talán abból a szempontból emelkedik ki, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon feszített program, egy nagyon izgalmas tér, és nyilvánvalóan a szíve ennek az épület együttesnek, és emiatt kiemelkedően fontos szerepe volt.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye idén Ebel díjjal jutalmazták. Igen. Ehhez magam és a munkatársok nevében is sok szeretettel gratulálok. Egyébként egy ilyen díj, ez a Marionett Színháznak is köszönhető? Alapvetően azt gondolom, igen. Maga az Ebel díj egy életmű díj a szakmában, de az én életművemben ez egy kiemelkedő teljesítmény, azt gondolom, és ez sokat számított. Úgy tudom, hogy nem ez volt az első díj, amit a Marionett Színházzal kapcsolatban kaptak, vagy kapott ön? Hát korábban a Kós Károly díjat kaptam, amelyben szintén az örökségvédelem, mint kiemelkedő szempont értékelve lett, és hát legutoljára pedig a médiaépítészeti díjat kaptuk meg ezzel a művel. Egy modern építésznek mit jelent régi korok emlékeit kutatni, azokon dolgozni, azokat újra teremteni? Hát én inkább mai építészt mondanék, és nyilván sokféleképpen lehet közelíteni ehhez a kérdéshez. De ami a legfontosabb talán ebben az, hogy az építészet a megismerésről szól, még ma is. És egy ilyen helyzetben, amikor régi idők emlékeit kell rekonstruálni, akkor az a megismerés egy sokkal tágabb lehetőséget biztosít, és azoknak a koroknak a eszméjét, filozófiáját és szerkesztéseit megtanulni és felfedezni egy külön kihívás és öröm. Ez egyfajta időutazás ön számára? Hát valójában igen. Igen, mert nagyon sokat lehetett belőle tanulni, hogy hogyan csinálták akkor, vagy miért csinálták úgy, ahogy csinálták. Úgyhogy igen, ez praktikusan egy időutazás. És ilyenkor gyakorlatilag az embernek, vagy az építésznek, szakembernek a fantáziája az teljesen szabadon szárnyalhat? Bizonyos fokig igen, és természetesen nem. Azok a kötöttségek, amelyeket ebben az esetben, és ez műemlékeknél különösen fontos kiemelni még egyszer, hogy a helyreállításnak a mértéke az, és annak korlátai azok meg vannak kötve és le vannak rögzítve, és ahol hozzá lehet nyúlni, ott lehet szabadon szárnyalni, de ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a szabadságnak is ára van, és azt gondolom, vannak olyan helyzetek, ahol nem az egyéni ambíciók az érdekesek, hanem sokkal inkább az a fajta viselkedés, ami a tiszteletben tartást és a mértéktartást igénylik. Ehhez a munkához kívánunk Molnár Csabának nagyon sok sikert, és köszönjük szépen, hogy elfáradt ide a stúdióba. Kedves nézőinknek pedig köszönjük szépen, hogy ismét minket választottak, tartsanak velünk két hét múlva is. További szép napot, viszontlátásra!